A nyári időszak kellős közepén, főleg a hosszantartó nagy kánikulában hamar benépesülnek a strandok és a vízpartok. Mindenki egy kis felfrissülésre vágyik, azonban ha nem vigyázunk, a bőrünk látja ennek kárát. Az elmúlt napokban extrém méretet öltött az UVB sugárzás, ezért a meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a 7-es UV indexű vagy azt is meghaladó sugárzás ellen. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Általában, amikor ilyen felújítást tartok itt minden évben a szigeten, hogy megóvjuk az állagát a különböző bútoroknak, padoknak, kisháznak, stb. A stégnek, akkor neki kezdünk nagy hével a munkának, és általában a férfiak szokásuk szerint mindig leégnek, mert mi utólag szoktuk bekenni magunkat, amikor már vörösek vagyunk, amikor már késő, de azt javaslom mindenkinek, hogy időbe kenjék be magukat, és én 30, azt hiszem, hogy 50-essel vagyok bekenve, de most már én is vörös vagyok, úgyhogy későn kentem be magam. És amúgy ez bőrrákot is tud okozni, úgyhogy nem veszélytelen, tehát ezt komolyan kell venni. Úgyhogy sapka, vagy vizes haj, sok innivaló, és naptej, és szúnyogírtó, ez kell a tisztatúra. A magas ultraibolya sugárzás káros egészségügyi hatásai, mint a bőrrák vagy a szürkehályok kialakulásának veszélyei viszonylag közismertek, és sokan igyekeznek védekezni ellene. A mai világban már egyre fokozottabb az UV-veszély, és mindig bekenjük magunkat biciklizéshez is, legalább 50-es UV-val kell, most már nagyon erős az UV-sugárzás. Egy másik férfi azzal védekezik, hogy keveset tartózkodik a szabadban. Ruházattal szoktunk kimenni napra, csak rövidebb ideig szoktunk napon tartózkodni. Én a krémet kerülöm, mert az is panaszokat okoz, úgyhogy inkább a délelőtt és a délutáni órákra korlátozzuk a fürdőzést. Ha sok időt töltünk a napon, intenzív sugárzásnak vagyunk kitéve, ez tehát kárt tehet a bőrünkben és a szemeinkben. Ha nem védjük őket a naptól és nem használunk egy jó UV-védelmet biztosító napszemüveget.